Tavaszi Zsolt, államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnök helyettes urat kérdeztük, hogy a Magyar Államkincstár új online felületének köszönhetően mennyivel több a számlanyítás Tolna vármegyére bontva is. December 11-én indultunk az új online értékpapír számlanyítással, illetve az új felületekkel, és nyilván minden indulásnak velejárója, hogy vannak apróbb, kisebb, nagyobb hibák, és ezeknek a kijavítása történik, de azt lehet mondani, hogy ezen a stabilizációs időszakon lassan túl vagyunk, és hát ezen időszak alatt, tehát ezen egy hónap alatt mondjuk több mint 12 ezer ügyfél nyitott már számlát így online módon, és ezeknek az ügyfeleknek a 2%-a Tolna vármegyei ügyfél volt. Az elnök helyettes többek között azt is elmondta, hogy 2023. évben mennyi pénzt fektettek be állampapírba Tolna vármegyeiek. Tolna vármegyei ügyfelek az elmúlt évben, 2023 évben, év végére közel 100 milliárd forint, 98 milliárd pontosabban ennyi megtakarítások tartottak állampapírban kincstári számlákon, és körükben a legértékállóbb, a prémium magyar állampapír volt a legnépszerűbb. Ennek az állománya a teljes vármegyei ügyfél állománynak a több mint kétharmada, 67%-a, 65 milliárd forintot tett ki. Tavaszi Zsolt beszélt arról is, hogy mely állampapírok a legnépszerűbbek. Sokan keresik azt a lehetőséget, hogy a megtakarításaikat a lehető legjobb helyen tudják, és egy biztos készpénzben vagy lekötés nélküli folyószámlán nyilván nem érdemes tartani a félretett pénzünket, mert folyamatosan veszít a vásárló erejéből, és hát ez a lakossági állampapír, amit a kincstár is kínál, több szempontból is előnyös befektetés, egyrészt kamatadómentes, számos futamidő kamatozás közül választhatunk, alacsony kockázatú, hiszen az állam garantálja ennek visszafizetését, illetve a hozam megfizetését, és bármikor eladható, tehát forgalomképes. A magyar értékszámlanyítás és állampapírvásárlás előnyei az azonnali díjmentes online számlanyítási lehetőség, díjmentes a számlavezetés, modern és biztonságos online felületet használhatunk, napra készen kezelhetőek a befektetések, a lakossági állampapírok kiemelkedő hozamuk biztosított, a tőke és a kamatok kifizetésére az állam vállal garanciát.